Szeretettel köszöntök mindenkit, azokat is, akik korábban a Bleier Jakab iskolába jártak az előadás sorozatra, és azokat is, akik most jöttek újonnan. És szeretnék bátorítani, hogy bárki bárkit hívhat még ismerősei, barátai közül. Gondolom, hogy ez a meghívó jutott mindenkinek, akinek nem a végén még itt lehet az asztalon elvenni és továbbadni bárkinek. Úgy látom, még ott is lehet egy széksort elhelyezni, úgyhogy nem lesz gond, még ha kicsit többen leszünk is. A programon, amit gondolom elolvastunk, mindenki, akinek a kezébe került, ott láthattuk, hogy a reformáció közelgő, következő évi 500. évfordulója kapcsán indultak ilyen szabad főiskolai kurzusok az országban, a mi főiskolánk támogatásával, amelyeknek az a céljuk, hogy alapvető ismereteket közöljenek a Bibliáról. Hát kérdés az, hogy erre egyáltalán van-e szükség. Ha már a reformációt emlegettük, szeretnék néhány sort idézni Luther Mártontól, aki így emlékszik vissza az ő fiatal szerzeteskori tapasztalatára. Azt írja dr. Uzingen, egy ágostonos barát, aki nekem tanárom volt az erfurti kolostorban, mikor látta, hogy a Bibliát mennyire szeretem, és milyen szívesen olvasom, egyszer így szólt hozzám. Ejnye, ejnye, Márton testvér, hát mi a csuda az a Biblia? A régi egyházi tudósokat kell olvasni. Hát emiatt a kérdés miatt idéztem ezt a pár sort, mert meggyőződésem, hogy nem merek százalékot mondani, de honfitársaink nagy része körülbelül ugyanezt a kérdést fogalmazná meg, hát mi a csuda az a Biblia? Ugye annyi könyv jelent meg a világon, annyiféle könyv között válogathatunk, olvashatunk, hát miért különleges ez a Biblia, mi a csuda az a Biblia? Mi az, ami megkülönbözteti más könyvektől? Hát talán kezdjük azzal, hogy egyáltalán honnét származik az a név, hogy Biblia, és mikor, hogyan keletkezett, milyen körülmények között. Ugye maga a Biblia szó az egy görög szó, a Biblion, a Tobiblion szónak a többes száma, és egyszerűen azt jelenti, hogy könyvek. Ugye ez arra utal, hogy a Biblia nem úgy íródott, hogy egy valaki leült és megírta ezt a szép, komoly kiterjedésű könyvet, hanem különböző iratoknak a gyűjteménye. Nevezetesen szám szerint 39 ószövetségi irat található, ugye ez a Biblia ószövetségi része, és az új szövetségi részében pedig 27, ugye ez összesen 66. Tehát 67 különálló iratból állt össze ez a gyűjtemény, aminek most ez a neve, hogy Biblia könyvek. A Biblia ószövetségi része Izrael népe, az ókori Izrael népe körében keletkezett. Időszámításunk előtti 15. századtól időszámításunk előtt 400-ig körülbelül. Tehát akkor ezt mondhatjuk, hogy mintegy 1000 év alatt. A Biblia új szövetségi része pedig az időszámításunk utáni első század második felében, tehát azt mondhatjuk, a 27 irat mindössze mintegy 50 év folyamán keletkezett. Na most az Ószövetség, mivel hogy az ókori Izrael népe körében keletkezett, természetesen héber nyelven íródott, illetve kis része arám nyelven. Az arám nyelv attól kezdve, hogy a nagy mezopotámiai birodalmak kialakultak, olyan nemzetközi nyelv volt, ugye ez volt a népek közötti érintkezésnek, az uralkodók közötti érintkezésnek a nyelve is főként a mezopotámiai nagy birodalmaknak a hatáskörzetében. De csak egy kis része arám nyelvű az Ószövetségnek. Az új szövetség pedig görög nyelven íródott, mégpedig egy ilyen egyszerűsített görög nyelven, az úgynevezett koiné görög nyelven, ami ekkora még a római birodalomban a köznyelv volt, még ekkor nem a latin, hanem a görög az időszámításunk utáni első században, ugye Nagy Sándor hellén birodalma nyomán
ez volt a világnyelv, hogy így mondjam. Na most tegyük fel azt a kérdést, hogy kik írták. Nagyon különböző személyek az egyes bibliai könyveknek a szerzői. Mondjuk, hogy az Ószövetségből említsek példaképpen néhányat, hát Mózes nevét valószínűleg mindenki hallotta, nemzet alapító, ugye, és aki szabadítója, aki Egyiptomból kihozza az izraelitákat. Eredetileg ugye a fáraó udvarában úgy olvassuk, hogy tanítatott az egyiptomiak minden tudományára, tehát egy képzett ember is volt. Azután említhetünk ilyen ószövetségi könyvek szerzőiként, például Dávid vagy Salamon, mindkettő Izrael királya volt. De egy Ámos próféta például, ő maga mondja, hogy ő barompásztor és vadfüge gyűjtögető volt. Tehát egészen egyszerű foglalkozású ember. Tehát a társadalmi rétegek nagyon különbözőek. Az Új Szövetségben ugye a Jézus 12 tanítványa közül ott találjuk Péternek, Jánosnak az írásait az Új Szövetség iratok között, és ők eredetileg galileai halászok voltak. De ott vannak Pál apostol levelei, aki korának egy nagyon képzett, sokoldalú műveltséggel és képzettséggel rendelkező embere volt. Vagy Lukács is az egyik szerző, akit úgy emlegetnek, ama szeretett orvos, ő görög származású volt. És mi teszi mégis azt, hogy ezt a Bibliát, aki kézbe veszi, egységes könyvnek érzi? Több dolog, de elsőként azt említeném, és ez egy különös és egyedülálló dolog, hogy ezek az úgynevezett szerzők egy se vallja ténylegesen a maga szerzeményének azt az iratot, amely általa keletkezett, megegyeznek abban, hogy valamennyien arra hivatkoznak, hogy ő hozzájuk Isten szólt, és ők Isten üzenetét közvetítik. Hogy ők kinyilatkoztatást, Istentől jövő kinyilatkoztatást közvetítenek kifejezett megbízás alapján. Ha az Ószövetség egyes könyveit valaki felüti, többször találkozik azzal, hogy így kezdődik, az Úr igéje, amely lőn, mondja régiesen Ézsaiás prófétához, vagy Jeremiás próféta által. Tehát nem azzal kezdi, hogy ez az ő írása, vagy az ő szerzeménye, hanem ez az Úr igéje, az Úr szava XY által. És ez végig jellemző, hogy ezt mindannyian vallják. Itt teszek egy pillanatra említést arról, hogy vannak az úgynevezett apokrif iratok, ha hallottuk ezt a kifejezést. Ezek az apokrif iratok nem tartoztak sohasem a héber kánonhoz, tehát a zsidóság nem ismerte el őket a kánoni, a mértékű szolgáló ihletet iratgyűjtemény részének, hanem ezek ugye léteztek görög nyelven, késői keletkezésűek, és a 400 után keletkeztek ezek az iratok mind, és a trienti vagy tridenti zsinaton kanonizálták, tehát hogy az Ószövetséghez hozzátartozik 12 ezek közül az iratok közül, amelyek egyesek teljesen önálló iratok, mások kiegészítések bibliai iratokhoz. Egyébként az apokrif maga azt jelenti, hogy elrejtett szó szerint, mivel hogy ezeket az ős keresztény egyházban nem olvasták Isten tiszteleten, mert ugyancsak nem fogadták el ihletetnek a kánoni gyűjtemény részének. Manapság sokszor nevezik őket így, hogy deuterokanonikus iratok, másodkanonikus iratok. Ilyen néven is találkozhatunk velük. Na most éppen ez különbözteti meg ezeket a deuterokanonikus vagy apokrif iratokat a kanonikus, a mértékű szolgál, az ihletetnek elismert gyűjteménytől, hogy ha valaki beleolvas ezekbe, egy pillanat alatt látja, hogy ez nem ide tartozik. Én mindenkinek azt el meg akar győződni, hogy az a beletartozik-e a kanonikus gyűjteménybe, vagy nem, akkor csak annyit kell tenni, hogy elővesz egy olyan bibliát, amiben ezek is benne vannak, vagy egy külön ilyen deuterokanonikus kiadványt, és ha beleolvas, akkor látja, hogy
például ilyen bevezetéssel találkozik, hogy egy példát idézzek. Jézus sírák könyve, Jézus sírák fia könyve így kezdődik. Sok és jelentős tanítást ajándékozott nekünk a törvény, a próféták és a többi utánuk következő író. Ugye megjegyzem, hogy ez mutatja, hogy ez az irat akkor keletkezett, mikor már az Ószövetség gyűjteménye alapvetően kész volt, mert ezt foglalták így össze, hogy a törvény, a próféták és az írások. Azt mondja, akik miatt meg kell dicsérni Izrael tudományáért és bölcsességéért. Ezért határozta el Jézus, a nagyapám, nem a Názáreti Jézusról van szó, ugye ez köznév volt görögösen, a Jehosua vagy Józsua névnek a görögös változata. Azt mondja, ezért határozta el Jézus, a nagyapám, miután behatóan foglalkozott a törvénnyel, a prófétákkal, és az atyáktól ránk maradt többi írással, és elegendő ismeretre tett szert, hogy maga is ír valamit, ami a műveltséget és a bölcsességet előmozdítja. Ugye egy ilyen bevezetést, ha valaki olvas, rögtön elüt a többitől, mert egyik se vallja a maga szerzeményének. De azt mondja, ő határozta el, hogy ír valamit, ami a műveltséget és a bölcsességet előmozdítja. Előzőleg pedig azt írja, hogy ezek miatt, az iratok miatt meg kell dicsérni Izrael tudományáért és bölcsességért. Ilyet egy kanonikus ihletet író soha le nem írna, mert ők az összes írásukat, ugye az isteni üzenetközvetítésnek tekintik, nem pedig a saját szerzeményüknek, vagy éppen Izrael bölcsességének. Ugye ez egy borzasztóan érdekes és fontos kérdés. Lehetséges, hogy a Bibliába foglalt 66 irat tényleg isteni kinyilatkoztatás? Ez azt jelenti, hogy az egyetlen világteremtő és világfenntartó Isten ezek által szólít meg minket, földi embereket, és ezek által akar üzenni vagy mondani valamit a földi embereknek. Ugye tudjuk, hogy az embereket ez minden időben izgatta, és most a 21. században, de már a 20. is, ugye a hatalmas technikai fejlődésnek köszönhetően az emberek kezdtek reménykedni abban, hogy hát ha vannak értelmes lények a világ mindenségben, fel lehet venni velük a kapcsolatot. És ez nagyon izgatja az embert, hogy hogy lehetne valahogyan tudni. Ugye valamikor azt írta Pascal, a nagy francia gondolkodó, hogy a végtelen térségek örök hallgatása rémülettel tölt el. Ezzel azt akarta kifejezni, hogyha az ember a roppant univerzumról valami fogalmat szerez, akkor olyan megrettenve érzi, hogy ez mind hallgat, és én nem tudom, kik vagyunk mi, honnét vagyunk itt, és mi a helyzet ezzel az egész világ mindenséggel. Tehát ez egy hihetetlenül lényegbe vágó kérdés, hogy jött-e üzenet onnét valahonnét, ugye, és pedig éppen a világ mindenség teremtő és fenntartó Istenétől. Nyilvánvaló az, hogy ha ő valamit akart mondani az embereknek, neki kellett kitalálni az utat, hogy hogyan juttass el az üzenetét emberekhez, mert például Ézsaiás könyve így közvetíti Isten üzenetét, ezt mondja Isten, nem az én gondolataim a ti utaitok, nem az én utaim a ti utaitok, az én gondolataim és utaim annyival magasabbak a ti utaitoknál és gondolataiknál, mint az ég a földnél. Hát ha létezik egy világteremtő és fenntartó Isten, akkor így kell lennie, nem? Gondolom, hogy akármilyen hajlamosak vagyunk mi emberek a büszkeségre, de hát azt kell mondani, ha van ilyen lény, akkor az ő intelligenciája vagy tudása az annyival magasabb kell, hogy legyen a miénknél, mint az ég a földnél. Tehát akkor csak ő tudott lefelé valamit építeni hozzánk, valamilyen utat, valamilyen elgondolást. És ugye a bibliai szerzők azt állítják, hogy Isten elgondolása az volt, hogy emberi eszközöket választ, olyan erkölcsi karakterű embereket, akikre rábízhatja az üzenetét, hogy ezt emberi nyelven és emberi fogalmakkal közvetítsék az emberiség számára. Tehát ezt jelenti az a szó, hogy kinyilatkoztatás, isteni önkinyilatkoztatás. Tehát ez egy rendkívül fontos kérdés, hogy most a bibliai iratok valóban isteni kinyilatkoztatás, vagy nem. Ugye mivel emberi nyelven íródtak, van emberi szerzőjük is. Azért ugye hallottuk biztosan ezt a formulát, ezt sokszor mondják, hát azt is csak emberek írták. Ugye? Tehát most ez egy nagyon érzékeny kérdés. Fel lehet-e ismerni az emberi nyelv, az emberi fogalmak
az emberi szerzők mögött a valódi és tényleges isteni kinyilatkoztatást. Mindenesetre a Bibliában olvasunk ilyen állítást, ez a zsidókhoz írt levél első fejezetének a harmadik versét idézem. Minek utána Isten sok rendben és sokféleképpen szólt hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időben szólt nékünk az ő fia által. Tehát ebben ez a döbbenetes állítás, azt mondja, hogy Isten szólt, méghozzá sok rendben, sokféleképpen proféták által, az utolsó időben pedig szólt hozzánk az ő fia által. Olvassuk a zsidókhoz írt levél legelején. Azután egy másik dolog is van, nem csak ez az állítás, amit a bibliai szerzők mindezt állítják, hogy ők Isten üzenetét közvetítik, hanem még más valami is ezeket az iratokat egységessé teszi, és tudnélik az, hogy egy egységes tartalom rajzolódik ki, ahogy ezek a bibliai iratok egymás mellé kerültek, mégpedig ezt azzal tudnám illusztrálni, hogyha valaki a Bibliát a legelején felüti, akkor a legelső mondat az, amit olvas, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Ha pedig a Biblia végére lapoz, akkor ott azt olvassa, láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt. És hangzik Isten szózata, imé mindent újjáteszek. Tehát mondhatnám, teremtéstől az újjáteremtésig. A Biblia könyvét, első könyvétől az utolsóig, hogy így mondjam, ez egy sajátos történelem, ami a Bibliában elénk kerül, nem világtörténet, nem az a célja, hogy az összes emberi eseményeket átfogja, taglalja, de az Isten és az ember története, hogy így mondjam, teremtéstől az újjáteremtésig. És az is érdekes, hogy a bibliai könyvek tematikáját, ha nézzük, akkor azt látjuk, hogy minden örök emberi problémáról van benne valahol szó, valamelyik bibliai iratban. Ha mondjuk valaki most a szenvedés problémája foglalkoztatja, ott van Jób könyve. Ha valaki a tiszta szerelemnek a mintáját keresi, ott van az Énekek éneke. És így sorolhatnám tovább. Tehát van egy bizonyos tartalmi teljesség, és van egyfajta íve a bibliai iratokban foglalt történelemnek, ahogy mondtam, teremtéstől az újjáteremtésig. Ez is egységesíti őket. És szeretném azt a kérdést is feltenni, hogy hogyan lettek ezek egy könyvé. Ez nagyon sokszor kérdezi az ember, ezt annál is inkább feltehetjük, mert a bibliai iratok keletkezésének az idején még nem léteztek kódexek, tehát ilyen lapokból álló könyvek, hanem minden egyes bibliai irat egy külön kéziratos tekercsen született meg, és utána ezeket a kéziratos tekercseket másolták. Tehát még az újszövetségi iratok keletkezése idején sem voltak kódexek, minden egyes újszövetségi irat is egy külön tekercsre került. És akkor az ember azt kérdezi, hogy hát, ugye ezek papírusz, ugye az romlandó volt, majd pergamen tekercsre írták ezeket, ami ugye bőrből készült és maradandó volt, és ezeket ugye újra másolták. És akkor az ember azt kérdezi, hogy 66 tekercsből, hogy lett egy egységes könyv a Biblia. Lehet, hogy meglepő lesz, amit mondok, de körülbelül egy szóval lehet mondani magától. És szeretném ezt meg is magyarázni, hogy mit értek ezen, hogy magától. Tudnilik, nem tudunk sem egyes személyekről, semmiféle bizottságról, vagy egyházi tanácsról, hogy ők döntötték volna el, hogy mi a kanonikus. Inkább csak ilyen zárókövei vannak annak, hogy hogyan is, mikor is zárulhatott le körülbelül az a folyamat, ahogyan összeálltak ezek a könyvek. Ugye az ószövetségi iratgyűjteményről tudjuk, hogy időszámításunk előtt 250 körül, amikor az alexandriai könyvtár számára lefordítatták görög nyelvre, ugye ez lett a Septuaginta, akkor már ez az iratgyűjtemény megvolt. Azután az új szövetségre vonatkozóan van egy Athanáziusz nevű püspöknek egy körlevele fennmaradt, körülbelül 365
1911-ben keletkezett, amely pedig felsorolja, hogy az összes keresztény gyülekezetek ezt és ezt a 27 iratot tekintik kanonikusnak, Istentől ihletetnek. De nem lehet megfogni valahol, hogy ki válogatta, ki rakta össze. És azért ennek van egy természetes háttere is. Tudnélik az, hogy ezek az iratok nagy tekintélynek örventek keletkezésüktől fogva. Nem egyhez történelmi tapasztalat fűződött. Például a próféta megmondta, leírta, aztán beteljesedett, kézzelfogható. Szóval olyan bizonyságok fűződtek hozzá, hogy ez több, mint emberi beszéd, és így mondhatnám, hogy kéz érintése nélkül olyan összenő, ami összetartozik alapon jött létre az Ó és az Új Szövetségi iratgyűjtemény. És ahogy mondtam, ha például nézzük ezeket az apokrif iratokat, pillanatok alatt látjuk, hogy ez sehogy nem illik bele. De persze nem csak azért, mert például erre hivatkozik a bevezetésében, mert hogy gondolt egyet és szintén ír egy könyvet, hanem erkölcsileg egyáltalán nem azon a magaslaton vannak, mint a bibliai iratok. Bőségesen vannak bennük durva történeti tévedések, egyikben, másikban. Aztán vannak bennük olyan eszmék, ami az egyetlen más bibliai iratban sem, tehát azt az egységet is megtöri, ahogyan a bibliai iratok a különböző témákról nyilatkoznak, és nincs bennük az a tömörség és költőiség sem, ami a bibliai iratokat jellemzi. Tehát, hogy így mondjam, kilógnak a sorból. Van egyébként egy érdekes bibliai ige, ez Ézsaiás próféta könyve 34. fejezetének a 16. versében található. Tehát Ézsaiás könyve 34. fejezetének a 16. versében. Itt jegyzem meg, hogy a végén majd áttekintjük a bibliai iratoknak a sorrendjét és a műfaji csoportjait. Csak ezt nem akarom az előadásba foglalni majd a végén, és ki is osztanék hozzá lapokat. Tehát akkor majd mindenki el tudja ennek segítségével sajátítani, hogy lehet gyorsan megtalálni valamit a Bibliában. Tehát Ézsaiás könyve 34. fejezetének a 16. versében ezt olvasom. Keressétek meg majd az Úr könyvében, és olvassátok, ezeknek egy híjuk sem lesz, egyik a másiktól el nem marad, mert az ő szája parancsolta, és az ő lelke gyűjtötte össze őket. Ugye ezt közvetlen Ézsaiás profétának az írásba foglalt proféciáiról mondja, de nyugodtan alkalmazható az egész bibliai iratgyűjteményre. Nézzük meg, milyen érdekes kifejezést használ. Keressétek meg majd ezeket az Úr könyvében. Ugye Jahve az örökkévaló könyvének nevezi. Azután pedig azt mondja, hogy ezeket az ő szája parancsolta, és az ő lelke gyűjtötte össze. Tehát itt arra utal, hogy itt a háttérből valami isteni gondviselés is dolgozott, hogy ez az iratgyűjtemény összeálljon, és ilyen kerek egészé legyen. Aztán természetesen felmerül mindenkiben a szöveghűségnek a kérdése. Különösen a 20. század elején, meg a 19. században, második felében. Ugye a keresztény teológusok között is ez olyan nagy téma volt, hogy hát ugye már ott volt az a tudományos igény, hogy a szöveg pontossága, és hát ugye ezt mindenki tudja, ez nyilvánvaló, hogy a könyvnyomtatás az csak 15. század, ugye Gutenberg Biblia az csak 1450, és akkor addig ezeket még mindig kéziratban voltak, és kézírásos másolatok során átmaradt föl a szöveg. És hogy hát akkor most tényleg lehet azt gondolni, hogy mi még azt olvassuk ennyi másolás után, amit valamikor X próféta leírt, hát az mennyit torzulhatott a szöveg a másolással. Aztán ez kiderült, hogy ezek nagyon naív feltételezések voltak, mert például az Új Szövetséget illetően a 4. század, ugye, amikor a konstantinuszi fordulat után a kereszténység kedvezményezett majd vállássá lett, majd államvallássá,
akkor, hogy így mondjam, állami támogatással is ment a kéziratok másolása, és látták el a keresztény közösségeket ezzel, és akkor kialakult egy szövegtípus, amit elneveztek később így, hogy textus receptus, és ez a szövegtípus terjedt el. De hát az volt a kérdés, hogy ez, amiből akkor kezdtek másolni, és tömegesen másoltak, szóval hogy ez a szöveg mennyire volt megbízható. De aztán jöttek a kutatások, először az újszövetségi kéziratok után, a 19. század második felében, és rengeteg nagybetűs, kisbetűs kótex került elő, egész korai időkből is, harmadik, negyedik századból, tehát a textus receptus előtti időkből. Voltak ilyen kutatók, például egy Konstantin Tischendorf nevű, aki hát egészen fantasztikus munkát végzett, az egész Közel-Keletet bejárta, a régi kéziratok után kutatva, kész legenda, majdnem, de nem is legenda, hanem valóság, hogy például a Codex Sinaiticus, az egyik legértékesebb nagybetűs kódexet, azt éppen papírkosárból mentette ki tüzelés előtt több lapját. És ugye aztán volt két német tudós, Westcott és Hort, ők meg csináltak egy nagy összehasonlítást az összegyűjtött rengeteg kéziratot illetően, és a végeredmény az volt, hogy a kézirat változatuk az új szövetség szövegének az 1/1000-ét érintik, és nem tartalmi jelentőségűek. Tehát ez egy óriási eredmény volt. Ugye az Ószövetséget illetően pedig azt hiszem talán nincs is senki, aki nem hallott a úgynevezett holtengeri tekercsekről. Ezeket 1947-ben találták meg. Ugye a holtenger mellett a különleges éghajlati viszonyok kedveztek ennek. Ugye háborús időkben rejthették el cserépkorsókban ezeket a régi kéziratokat, és megtalálta, ugye, egy arab kecskepásztor találta meg egy barlangban őket, és ezek a kéziratok aztán így nevezik a mai napig, hogy minden idők legszenzációsabb kézirat lelete. Ezt pedig azért nevezik így, mert addig a legrégibb kézirat, héber kézirat a teljes Ószövetségről, az csak a 1007-ből való volt. És itt pedig mindenféle tudományos vizsgálat azt az eredményt hozta ki, hogy ezek a holtengeri tekercsek időszámításunk előtti első-második századból valók. Hát akkor tessék elgondolni, hirtelen 1000 évet lehetett visszaugrani. Össze lehetett hasonlítani, 1000 év alatt változott a szöveg, vagy nem változott. Na most ide kiragasztottunk egy képet, majd a végén mindenki megnézheti. Ezt én valamikor egy folyóiratnak a hátlapján láttam ezt a képet, és eltettem, aztán most így kinagyítva itt van a kép. Ugye találtak a holtengeri tekercsek között például két teljes Ézsaiás tekercset. Ézsaiás próféta könyve 66 fejezetből áll, két teljes tekercset találtak. És itt ezen a képen azt látjuk, hogy ott van, ahogy a Jeruzsálemben, a múzeumban üveglap alatt a holtengeri kézirat. Itt van két fiatal, akiknek a kezükben van a mai nyomtatott héber biblia, meg egy nagyító, és össze tudják hasonlítani a szöveget. Ugye ez úgy olyan benyomás teljes ez a kép, hogy annyira nem változott a szöveg, hogy elmehetsz a múzeumban egy nagyítóval, meg a mai nyomtatott héber bibliával, és magad ellenőrizheted, hogy itt döntő változás nem történt. Az egyik Ézsaiás tekercsben például nagyon érdekesnek találták, hiányzott 4 szó, csak a helye kihagyva volt. Ahol azt lehet, hogy a vásárló valamit ott tisztázni akart, és utóbb megfeledkezett, akár, de ki volt hagyva a 4 szónak a helye. És ugye ennek azért nem egyszerűen valami természetfeletti magyarázata van, hanem ugyanaz, ami a kánon kialakulásának. Tudnélik, hogy ezeket az iratokat keletkezésüktől fogva nagyon tisztelték, komolyan vették, ahogy mondtam, tapasztalatok fűződtek hozzájuk, és hihetetlen gonddal másolták őket. Ugye nagyon, nagyon komoly szabályokat állítottak föl a másolók számára, hogy ellenőrizzék a munkájukat, és a hibás kéziratot meg kellett semmisíteni, nem maradhatott fönn. Vagy például a zsinagógák mellett ott voltak a genizák, ez tulajdonképpen kézirat temető volt, mert ha egy kézirat már megrongálódott, annyira, hogy használni érdemben nem lehetett, akkor eltemették. Tehát mindenféle óvintézkedés volt, hogy csak
épp jó ellenőrzött kéziratok maradjanak fönn. És ezért ma már nincsen komoly kutató, aki valami nagy kételyeket fogalmazna meg a bibliai iratok szöveghűségét illetően. És most akkor itt van még egy nagyon nagy kérdésünk. Ez a kérdés pedig, hogy ez a bizonyos ihletettségen ezen mit kéne érteni. Ugye, mert ezt így szokták mondani, a bibliai iratoknak az ihletettsége. Mózes 4. könyve 12. fejezetének a 6. versében van egy tömör mondat, ugye itt is Isten üzenetét közvetíti az írás, és ezt mondja, ha valaki az Úr prófétája közöttetek, én álomban, látomásban szólok azzal. Tehát ilyen értelemben a minden bibliai iratnak a szerzője próféta. Mert az a lényeg, hogy a próféta az a személy, akit Isten üzenet közvetítőnek választ ki önmaga is az emberek között. És ugye utal arra, hogy Isten sokszor egy különleges állapotban szólt hozzájuk, hogy nagyon pontosan értsék meg azt, amit láttak vagy hallottak, mert nem egyszer ugye képekben mutatott meg, és a képekhez fűzött magyarázatokkal adott nekik kinyilatkoztatást, és ezeket a nagy jelentőségű kinyilatkoztatásokat vagy az éjszakai álom nyugalom állapotában adta, vagy látomás állapotában. Amikor ilyet hallunk, hogy látomás, mindjárt van egy ellenérzésünk, valamilyen ilyen furcsa, extatikus állapotra gondolunk, vagy mit tudom én, az ázsiai sámánokra, vagy egyebekre, de itt nem erről van szó. Az ószövetségi proféták egész precíz leírást adnak, és egy Pál apostol is kapott látomást. Azt írja a Korintusi 2. levél 12. fejezetében, és ő is datálja, mint ahogy szokták ezek az ószövetségi szerzők is. Azt mondják, ennek a királynak ebben is, ebben az esztendejében, amikor a napot is írják, akkor az Úr szava hangzott hozzá, vagy látomás állapotában, ezt és ezt mutatta meg neki Isten. Nos, Pál apostol azt írja, hogy ő a Korintusi 2. levél írásához képest 14 évvel korábban kapott egy látomást. Ő is utal arra, hogy a látomás állapotában sokszor helyváltoztatást éltek át, nem ténylegesen, de olyan volt, mint úgy élte meg, mintha valóban helyváltoztatás történt volna. És azt írja, hogy ő elragadtatott a harmadik égig, és hallott kimondhatatlan beszédeket, és azt mondja, ha testen kívül nem tudom, az Isten tudja. Tehát a nagyon képzett Pál apostol se tudta meghatározni, hogy ez egy milyen különleges állapot, de tökéletesen működik az intelligencia, és szó sincs semmi önkívületről, sőt, felfokozottan működött az intelligenciájuk, hogy mindazt fölfogják, megörökítsék, amit hallottak. Tehát a Biblia azt mondja, hogy mind a kinyilatkoztatás átvételében, mind pedig annak az emberi fogalmakkal, emberi szavakkal való továbbadásában a Szentlélek, a harmadik isteni személy különleges módon segítette ezeket a prófétákat, hogy torzulásmentesen tudják továbbadni Isten üzenetét. Egyébként itt teszek egy megjegyzést, ugye hát létezik a mai keresztény teológiában is, bár bizonyos értelemben most már kritizálják ezt a módszert, ugye a történet kritikai értelmezése a Bibliának, angol nyelvterületen ezt higher criticism-nek mondják, és ugye itt az ihletettségnek a megkérdőjelezése történik, de azt mondanám, hogy ha tényleg van Isten, ha létezik egy világteremtő, fenntartó Isten, ha tényleg akarta önmagát kinyilatkozni, akart hozzánk emberekhez szólni, akkor azt rendkívül furcsának tartanám, hogyha nem tudta volna kitalálni, vagy nem tudta volna megvalósítani, hogy az ő üzenete lényegében pontosan jusson el hozzánk. Hát nagyon tehetetlen Istennek tartanám, ha a világ mindenséget tudja megteremteni, és akar valamit mondani az embereknek, és nem tudja kiküszöbölni azt a hibát, hogy amit ő mondani akar, az
az hozzánk nagyon töredékesen vagy torzultan jusson csak el. És Istenre jellemző az, hogy ilyen nagyon, nagyon finom módszerekkel dolgozik, és olyan törvények szerint, amit mi emberek nem is feltétlenül ismerünk. Mint ahogy például, hogy a Szentlélek ezt az ihletést hogy valósította meg, ezt nem tudjuk mi pontosan rekonstruálni. Minden esetre a Biblia egyértelműen arra mutat, hogy nem diktálta Isten ezeket a szavakat nekik. Tehát, hogy így mondjam, az ő egész erkölcsi lényüket és intelligenciájukat használta fel a közvetítésre. Tehát ők nem kívülállók voltak a kinyilatkoztatás közvetítésében, hanem ők azt megértették, még a felhangjait is belülről azonosultak vele, és legjobb igyekezetükkel adták tovább. Na most az is nyilvánvaló, hogy az Isten magas gondolatai, azt, ahhoz az emberi nyelv töredékes. De mondhatjuk, hogy ahogyan legjobban még mégis ki lehet fejezni, ahogyan ezeket a magas gondolatokat emberileg el lehet mondani, nyilván, hogy ebben segítette őket a Szentlélek, hogy ezt a hallatlan feladatot megvalósítani, hogy ezeket a magas gondolatokat mégis emberi fogalmakon, emberi nyelven, a lényegnek a torzulása nélkül továbbadják. Szeretném idézni két újszövetségi szerző, két apostol rövid, tömör meghatározását. Ugye meg lehet figyelni, hogy mindegyik az írásokról, az iratgyűjteményről beszél, és így olvasom a Timóteushoz írt második levélből Pál apostolnak a megfogalmazását, a harmadik fejezet 17. versét. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Na, szeretném elmondani, hogy az eleje az hogy hangzik az eredeti görög szöveg szerint. A teljes írás. Tehát én már itt egy iratgyűjteményre utal, hiszen az ő korában megvan a teljes ószövetség, és számos újszövetségi irat is. És azt mondja, hogy Istentől ihletett, ez a görög szövegben teopneustos. Az betű szerint magyarra fordítva Istentől lehelt. Elég radikális kifejezés. Tehát Pál apostol is azt vallja, hogy Isten megtalálta a módot arra, hogy emberi nyelven is, a töredékes emberi nyelven is torzulásmentesen jusson el az üzenete hozzánk. Péter apostol leveléből is idézek, Péter apostol második levele első fejezetéből. Itt is nagyon tömör kijelentést olvasunk. Ezt írja Péter apostol második levele első fejezetében a 20. és a 21. vers. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak Istennek szent emberei. Ez azért nagyon erős kifejezés, nem? Egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, saját ötletből. Ugye szokták emlegetni a prófétai fegyelmet. Például mondjuk Jelenések könyve elején azt írja János apostol, hogy ő tanúskodott Isten beszédéről, mindenről, amit látott és hallott. Tehát tanúnak nevezik magukat. Aki nem tesz hozzá és nem vesz el saját gondolatait, nem teszi hozzá, nem keveri össze azzal, amit kinyilatkoztatásként kell továbbadnia. Aztán azt írja, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak Istennek szent emberei. Na, amit így fordít a Bibliánk, hogy indítatva, ez a görög szövegben így hangzik, hogy a Szentlélektől vitetve, hordozva szóltak Isten szent emberei. Tehát ez is egy nagyon erőteljes kifejezés. És szeretnék külön utalni arra, hogy amikor Jézus Krisztus, ugye, akiről a kereszténység vallja, hogy Isten fia, aki emberré lett, amikor Jézus Krisztus a földön járt, ő hogy viszonyult az írásokhoz?
meggyőződésem, hogy erre keresztény körökben is kevés figyelmet fordítanak általában. Mert ha komoly figyelmet fordítanánk rá, akkor a Bibliát nagyon tisztelnénk. Szokták mondani, hogy a kereszténység két szóban összefoglalható, Krisztus követése. De akkor, akkor ebben a tekintetben is követni kéne Krisztus, hogy valódi kereszténységről legyen szó. Ő ugyanis hihetetlen komolyan vette az írásokat, illetve arra nevelte a tanítványait, hogy komolyan vegyék az írásokat. Mert például, amikor megkérdezték őt valamilyen vitás kérdésben, ő nyugodtan válaszolhatott volna a saját szavaival és a saját gondolataival és a saját tekintélyére alapozva. De nem ezt tette, hanem rendszeren feltette a kérdést. Hogy van az írásban? Mint olvasott? Mert nevelni akarta a tanítványait arra, hogy mértéknek, normálnak tekintsék az írásokat. Aztán például ez nagyon ismert Jézusnak ez a mondása, de sokan nem gondolnak bele, hogy milyen jelentőségű is. Amikor azt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik. Ez is elég erőteljes kifejezés, hogy ezek a beszédek Isten szájából származnak. Aztán egy más alkalommal tömören ennyit mondott, a te igéd, a te beszéded igazság. És nagyon természetesen használta ezt a kifejezést, hogy Isten beszéde. Például Jézus meghatározása a hiteles egyházról így szólt. Akik Isten beszédét hallgatják és megtartják, azok nekem, fitestvérem, nőtestvérem, apám és anyám. Tehát mint egy kézzel fogható valóságról beszélt az Isten beszédéről, ami Istent ember nem láthatja, de az Isten beszéde megfogható, elérhető földi ember számára. Azt is mondta Jézus már az ószövetségi iratgyűjteményről, hiszen az ő korában semmi más nem létezett, egy új szövetségi irat sem volt. Azt mondta, ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Tehát ezzel kimondta, hogy az ószövetség messiási jövendőlései, azok rá vonatkoztak, tehát ő a beteljesítője ezeknek az ígéreteknek, és ami feltámadása után azt olvassuk, hogy végig magyarázta tanítványainak, amelyik ő felőle Mózesnél, a prófétáknál és a zsoltárokban megirattak. Tehát végig haladt az egész ószövetségi iratgyűjteményen, hogy kinyissa a tanítványok szemét, hogy ott milyen egyértelmű ígéretek szóltak az eljövendő megváltóról, szabadítóról is, hogy ezek beteljesedtek az ő életében, halálában és feltámadásában. Végül most már a befejezésnél vagyunk. Szeretnék arra rámutatni, hogy a Biblia ihletettségének azért a legközvetlenebb bizonysága az egyes ember számára, amit persze csak akkor fog megismerni, ha kezdi személyesen olvasni. Tudnélik ennek a hatása az emberre. A gondolkodását, a cselekvését, az emberi kapcsolatait átformáló hatása. A zsidókhoz írt levél például így fogalmaz, Istennek beszéde, ugye itt van ez a kifejezés, hogy Isten beszéde. Istennek beszéde élő és ható, élesebb a kétélű fegyvernél, elhat az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Hát sok mindent olvashat az ember, de hogy úgy érzi, hogy ezt is csak azt mondja, te vagy az az ember, vagy hogy mintha tükröt tartanának el, és úgy érzi, hogy megítéli a gondolatait és a szíve indulatait, ez egy nagyon különleges természetű beszéd. Alkalmas arra, hogy az egyes emberhez is közvetlenül közvetítse Isten üzenetét, hogy az egyes embert is megszólítja, a legkülönbözőbb egyéniségeket, a legkülönbözőbb korokban. Tehát nagyon sok oldalú természete van. Azt is mondja a Biblia, hogy teremtő erejű beszéd. Péter apostol például azt mondja, hogy akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Isten igéje által, amely él és megmarad örökké. Tehát gondoljuk meg, a magot elvetjük a földbe, lehet, hogy egy ideig észrevétlenül van, és egyszer csak nem is tudjuk, hogyan az a magocska utat tör a kemény talajon át, jön a csíra, és élet fakad belőle. És azt mondja, így van ez, az ember olvassa, hallgatja,
de valahol elkezdesz dolgozni, ebben teremtő erő van. És egyszer csak az ember ott van, hogy nem tud már úgy gondolkozni, mert valami megváltozott benne. Ennek az igéknek a hatására, amelyek azonban sohasem, hogy így mondjam, a szabad akaratát elnyomva hatnak rá, mindig meghagyják a szabadságát, de ha az ember erre nyit, akkor ez a hatása kibontakozik ezeknek az igéknek. Jézusnak az egyik legcsodálatosabb mondását is hadd idézzem, ez nekem különlegesen sokat mondó. János evangélium a 6. fejezetének a 63. versében olvassuk. Jézus ezt mondta, a beszédek, amelyeket szólok néktek, lélek és élet. Ez óriási mondat, nem? A beszédek, amelyeket szólok néktek, lélek és élet. Tehát valami különleges hatalom van ezekben az igében, az isteni teremtő szónak az ereje van bennük. Noha emberi beszéd, de nincs benne póz, nincs benne érzelgősség, igazság, közérthető, költői ereje van, és alkalmas arra, hogy az embert megszólítsa, és változtassa is. Hát tulajdonképpen ennyi az, amit én ma szerettem volna elmondani a programban meghirdetett első témaként, ami ugye így hangzott, hogy hogyan jött létre a Biblia iratok keletkezési ideje, körülményei, miként lettek egy könyvé, a kéziratok nyelve, a szöveghűség kérdése, az ihletettség fogalma és a vele kapcsolatos kérdések. Hát úgy látom, az időt sikerült tartanom, és mint máskor most is alkalom és lehetőség van arra, hogy kérdéseket tegyünk föl. Kinek volna kérdése? Szeretnék bátorítani, hogy lehet kérdéseket feltenni. Tessék! Azt szeretném megkérdezni, hogy... Nyugodtan lehet ülve maradni, nyugodtan, kényelmesen. Ószövetség és a zsidó Talmud, vagy a zsidó szent hagyomány, az mennyire azonos? Igen. Ami magát a kánont illeti, tehát az ihletetnek elismert iratgyűjteményt egy és ugyanaz. Egy és ugyanaz. Semmi különbség nincs. A keresztény bibliákban lévő Ószövetség és a zsidó szentírás között. Az egy más kérdés, ugye már a Talmud ide tartozik, hogy a magyarázati hagyomány, annak az évszázados ülevedéke és a magyarázatok, későbbi magyarázatai, ugye ez nagyon hatalmas irodalom a judaizmusban, de maga a szentírás az ugyanaz. Egyébként létezik egy zsidó magyar biblia fordítás is, ezt úgy szokták emlegetni, az Imit Biblia. Izraelita Magyar Irodalmi Társaság, ez volt a neve annak a csoportnak, ennek a rövidítése az Imit, akik a 19. század végén kezdtek dolgozni ezen, és aztán a 20. század elején, most a pontos dátumot nem tudom fejből megmondani, de legelején, a 20. század legelején adták ki, ma is lehet hozzájutni. Ha valaki elmegy valamilyen vallásos könyvesboltba, Imit Bibliát, ha kér, két kötet, ilyen kék színű, két nagy kék kötet. Tehát egyébként nem szeretik ők lefordítani nemzeti nyelvre, mert ugye maga a nyelve is szent, de azért itt Magyarországon elég népes, virágzó zsidó hitközségek léteztek, és szükségessé vált, és lefordították magyar nyelvre az Ószövetséget. Tessék, lehet további kérdéseket föltenni. Kinek volna? Bátran. Bárki, bármit nyugodtan kérdezhet. Tessék. A Talmud ezek szerint tartalmaz magyarázatokat is? Persze, persze. Hogyne, csak azt tartalmaz. A Biblia az külön van, az nem a Talmud. A Talmud az írás hagyomány. És azt kiválogatta? Hát az egy nagyon nagy téma. Úgyhogy ez, ugye itt lehetne sorolni a különböző gyűjteményeket, amelyek keletkeztek, és akkor a gyűjtemények, először volt ugye szóbeli hagyomány, aztán leírt hagyomány, aztán ezek a különböző hagyomány rétegek így épültek egymásra, és ugye a Talmudnak is vannak változatai, jeruzsálemi Talmud, babiloni Talmud, szóval ez egy nagyon nagy téma.
Igen, tessék. A Talmudnak van magyar fordítása, van. De csak néhány fejezete van a Talmudnak lefordítva, ez a Luzsinszki féle fordítás, ha jól tudom. És a 1900-as években bírósági tárgyalás is volt, hogy nem értette tökéletesen a héber nyelvet, és ezért nem bár felmentést kapott a bíróságon. Én szerintem van teljes magyar fordítása is a Talmudnak. Most már én úgy gondolom, hogy van. És újabb, persze, hogy újabb van. Hozzáférhető. De hát mondjam, a hagyomány, az írásmagyarázó hagyomány, legyen egy keresztény felekezetről szó, vagy a judaizmusról, az sohasem az, mint a Szentírás. Nekem nagyon tetszik Luther Mártonnak egy nyilatkozata, mikor 1539-ben kiadták az ő német nyelven megjelent írásait, akkor az előszóban, amit ugye hozzá ő írt, akkor azt írta, hogy hát nehezen egyeztem bele, hogy kiadják, hát, de ha mégis kiadják, akkor nagyon lelkére kötöm az olvasóknak, hogy nehogy emiatt magának a Bibliának az olvasását elhanyagolják. És ezt bármilyen magyarázati hagyományra érvényes, nem fogható. Azt is írta Luther ugyanebben az előszóban, azt mondja, mi soha nem fogunk olyan jól írni, mint ezek a bibliai szerzők, még a legihletettebb pillanatainkban sem, illetve ahogyan maga Isten írt, ugye, ő is annyira Isten beszédének tekintette a Szentírást. És én is ezt tudom mondani, hogy én például nagyon szomorúan tapasztaltam már teológus koromban, szóval amikor még jártam 5 évig teológiára, hogy a teológiákon sokkal több a foglalkozás az írás magyarázatának a hagyományával, a különböző magyarázóknak a gondolataival, mint magával az írással. Pedig hát az halvány-halvány, gyenge-gyenge ahhoz képest, amit maga az írás tartalmaz. Nem zavar a húzat senkit? Talán lassan most már be lehetne hajtani inkább, mint hogy valaki. Megkérdezem, hogy van-e még kérdése valakinek, nyugodtan fel lehet tenni. Senki többet? Hát akkor én nem erőltetem, mert azért akkor érjen haza mindenki időben, de bátorodjunk a követ... Jaj, bocsánat, még egy persze mindenkit visszatartok. Hát kihúztottuk ezeket a papírlapokat, majdnem elfeledkeztem róla. Vegyük csak kézbe, hogy nézzük meg a bibliai iratoknak a csoportjait, tehát már csak néhány perc. Azt hiszem mindenkinek jutott, és a végén majd kiegészítjük sajnos, ami lemaradt róla. Tehát itt van először az Ószövetség. Milyen műfaji csoportokra oszlik az Ószövetség? A legelőször is itt van Mózes 5 könyve. Azért írtuk mellé a nemzetközi nevüket, mert ezt csak mi magyarul hívjuk így, hogy Mózes 1., 2., 3., 4., 5. könyve. Nemzetközi szinten ugye a latin nevei vannak a Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Persze ugye van ezeknek héber elnevezésük is. És ez mit tartalmaz a Mózes 5 könyve? Egyébként, aki akarja, írja oda, hogy ezt hívják a zsidók Tórának, megkülönböztetetten Tórának, a Mózes 5 könyvét. A Tóra azt jelenti, hogy törvény. Tehát ez kiemelkedő az Ószövetség iratai között is. Ez a Tóra, a törvény. És mit tartalmaz? Az emberiség ős történetét, ezt is kevesen tudják, tartalmazza Izrael ősatyái, Ábrahám, Izsák, Jákob, József történetét. Izrael kivonulása, az egyiptomi fogság, a kivonulása és pusztai vándorlása történetét, egészen az úgynevezett ígéret földje határáig. Utána van 3 könyv, ezek a bírák koráról szólnak, amikor Izraelt a honfoglalás után bírák irányították, Józsué bírák és Rút. Utána jönnek a királyság koráról szóló könyvek,
Ezt így könnyű megjegyezni, a Bírák koráról 3 szimpla könyv szól, a Királyság koráról 3 dupla könyv. Első-második Sámuel, első-második királyok, első-második krónika. Ezek így a mi bibliákban vannak kettéosztva, eredetileg a Héber kánonban nem. És ugye ezek tehát a Királyság korától, Izrael első királyától, Saultól, egészen ugye az északi királyság, majd a déli királyság megszüntéig. Aztán ezt is könnyű megjegyezni, 3 könyv a babiloni fogság utáni korról, ez is 3 szimpla könyv, Esdrás, Nehémiás és Eszter. Tehát a 70 éves babiloni fogság utáni történetekről szólnak már ezek. És aztán ugye 400 körül véget ér a prófétai kinyilatkoztatás, és az időszámításunk előtt 400 és a Jézus kora közötti időt, ezt szoktuk intertestamentális kornak, testamentumok közötti kornak nevezni. És ezek így együtt a Tórától egészen a babiloni fogság után keletkezett 3 könyvig, ezek a történeti könyvek. Tehát ugye, ami az emberiség ős története, Izrael ősatyá és Izrael története. Utána jönnek az úgynevezett költői könyvek. Ugye a Héber kánonban ez csak egy szóval jelölik, Kötubim írások címen, és azért nem mondjuk, hogy költői könyvek, mert ezek költői formában íródtak. Mondjuk Jobb könyvében csak a keret történet prózai, de aztán az egész költői formában íródott, és a többi is. Ugye Jobb, Zsoltárok, 150 Zsoltár, példabeszédek, prédikátorkönyve, énekek éneke. Utána jönnek a prófétai könyvek, amelyeket két része szokás osztani, a nagy proféták, ami nem azt jelenti, hogy nagyobb proféta a többinél, hanem nagy terjedelmű prófétai könyvek. Ugye Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel és Dániel, a Jeremiás könyvéhez még csatlakozik egy költői könyv, a Jeremiás síralmai. Tehát ez 4 prófétának az írása. És utána jön a 12 kis próféta, amely kis terjedelmű könyvek. Van olyan, amikben nincs is több fejezet. Hát ezek olyan rövid könyvek, hogyha valaki nem jegyezi meg pontosan a sorrendjüket, akkor is megtalálja őket. És akkor, akkor látjuk, hogy miért emlegette Jézus is így, hogy a törvény, a próféták és a zsoltárok. A zsoltárok címen foglalták össze az összes költői könyvet. Tehát ez a 3 nagy műfei csoport, a történeti könyvek, azon belül külön a Tóra, aztán ezek a költői könyvek vagy írások, és a prófétai könyvek. És akkor nézzük az Új Szövetséget. Az Új Szövetségben ugye kezdődik Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma. Ugye ezek ezt a megkülönböztető nevet kaptak, hogy evangélium. Az evangélium azt jelenti, hogy jó hír. Ez olyan nagyon szép, hogy a Jézus tanításáról és életéről szóló iratok külön nevet kaptak, hogy a jó hír, a róla szóló jó hír. Ezeket tekinthetjük történeti könyveknek, de még hozzátartozik az apostolok cselekedete is, amely az apostoli kor története, tehát a cím az pontosan kifejezi az ősegyháznak a története. Attól kezdve, ugye az első pünköstől kezdve, Jézus mennybe menetelétől kezdve, egészen addig, hogy az evangélium Rómába jut, Pál apostol megérkezik Rómába, ugye a világ akkori fővárosába, idáig terjedően tárgyalja az apostolok cselekedeteit. Utána jönnek a Pál apostol levelei. Ugye könnyű megjegyezni, hogy római levéllel kezdődik, ugye, amely az akkori világ fővárosa, a római gyülekezethez írt levéllel, és ezek különböző gyülekezeteknek írt levelek, kivéve az utolsó, amit szerepel a Tituszhoz írt levél, és akkor a másik oldalon, majd otthon a Bibliájából kiki kimásolhatja, még hiányzik itt a Filemonhoz írt levél és a zsidókhoz írt levél, ezek is még. A zsidókhoz írt levél is a gondolatok feltétlenül Páléi, még ha valaki a fogalmazásban segített is, tehát a Filemonhoz írt levél és a zsidókhoz írt levél, utána jönnek, akit így szoktak emlegetni, hogy katolikus levelek. De ez nem római katolikusra utal, hanem hogy egyetemes levelek. Mert ugye láttuk, hogy ezek a Pál levelei, ezek vagy egy-egy konkrét gyülekezetnek címzettek, vagy pedig
egyes munkatársainak címzettek, ugye például, mint Timóteushoz vagy Tituszhoz. És ezek az egyetemes levelek, ezek pedig körlevelek, amelyek nem konkrétan egy gyülekezetnek címezve születtek. Ilyen van, Jakab apostolnak egy levele van, Péternek kettő, Jánosnak három. Tehát ezek a, ugye, az egyetemes vagy katolikus levelek, a Jakab levele, Péter két levele és a János három levele, és aztán van még egy egész rövid kis levél, ez is ide tartozik, a Júdás levele, de nem az, ez nem az áruló Júdás, ez egy másik Júdás nevű apostol, és az utolsó a János jelenések könyve, aminek az eredeti címe az, hogy János apokalipszise, ugye az Új Szövetség nagy profétikus könyve. Hát talán valamit segít ez az áttekintés, elnézést még egyszer, hogy a fénymásolatból az utolsó hiányoznak, de a Bibliából ki lehet másolni, vagy majd legközelebb hozok még második oldalt is. És ez arra is jó, hogyha valaki most nézi ezt a névsort, vagy ugyanezt elérheti akkor is, ha kinyitja a Bibliáját a tartalomjegyzéknél, akkor el lehet gondolkozni, mi az, amiről fogalmam sincs, hogy mi lehet benne. És akkor eszünkbe juthat Jézusnak az a szava, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik, és akkor az ember elhatározhatja, hogy na azért én erre is kíváncsi vagyok, hogy itt vajon mi van. Én különben megemlítem, hogy én azt tartom, ha valaki meggyőződik ezeknek az írásoknak az értékéről, akkor azt tartom jónak, ha mindig olvas az ember egy könyvet. Elejétől végig. Mindegy, hogy melyiket. Nem fontos mindig a Mózes első könyvétől, egyáltalán nem, hiszen ez 66 különböző irat. De ha egyet elkezd az ember olvasni, akkor olvassa végig, és lehetőleg folyamatosan, ne nagy szünetekkel. És a legjobb Biblia olvasó módszer szerintem az, hogyha az ember csak egy kis szakaszt olvas, nem sokat, egy-két fejezetet, maximum hármat, de azt nem egyszer. Ezt már valószínűleg többen hallották tőlem ezt a tanácsot, mert egyszer csak úgy dereng valami, vagy a nem is dereng. De ha másodszor is elolvassa az ember, meg harmadszor, akkor kezd úgy fogni belőle valamit. Ugye ezek tömör írások és mély tartalmú írások, úgyhogy én nekem otthon mindig vannak ilyen tanulmányozó bibliáim, és akkor én abba aláhúzogatok, kérdőjeleket teszek, megjegyzéseket, erre vissza kell térni, ezen még gondolkozni kell. Mikor egy ilyen betelt, akkor jön egy újabb Biblia, és akkor megint kezdem valamelyik könyvet olvasni, gondolkodni rajta, és higgyük el, hogy egyáltalán nem unalmas. Mindig újszerű, és mindig vannak olyan mélységek, amit az ember addig nem vett észre, vagy nem látott meg, vagy nem értett meg. Tessék, Panika! Ehhez kapcsolatban szeretném megkérdezni, a Marikába felmerült, hogy neki kalocsai érsek fordította bibliája van. Igen. És hogy röviden mi a különbség a Károli és a fordítás. Igen. Na hát ugye a biblia fordításokról egy árva szót sejtettünk, ugye a magyar biblia fordításokról. Ugye a legelső teljes magyar biblia fordítás, vannak előzményei, az is egy nagyon érdekes történet, különben ezekről nagyon jó könyvek, hozzáférhető könyvtárban, a magyar biblia évszázadai, meg sorolhatnék sok minden könyvet, ami erről megjelent. Tehát nagyon érdekesek az előzmények is, például az úgynevezett huszita biblia története, meg ezek, de az első teljes magyar biblia az 1590-ben jelent meg, Vizsolyban. Ez így is emlegetik, Vizsolyi Biblia, ugye a faksimile kiadása is megjelent, Károli Gáspár fordítás, ez protestáns biblia fordítás. És aztán ugye amikor volt az ellenreformáció, vagy így is emlegetik, majd katolikus megújulás, akkor egy Káldi György nevű valaki készített egy katolikus biblia fordítást. Aztán később született már sokféle fordítás. Ugye ma is van egy úgynevezett új protestáns fordítás, amit a Magyar Biblia Tanács készített, akkor ugye a eredeti Károli fordításnak a revízióit készítették el időről időre. Amit mi most a kezünkbe tartunk, az a,
az a Károli fordításának az 1908-as revíziója, amiben már beleépültek a korábbi revíziók is. És hát ezek a revíziók, tehát javított, újra javított fordítások, amikor nem találják el, én például sokszor megnézem az eredeti Károlyt, és jobb, mint a későbbi revízió. És aztán ugye készültek új katolikus fordítások most is. Ugye ez, ami itt például éppen hoztam, hogy a Jézus sírják fia könyve bevezetéséből idézek, ez 73-ban jelent meg, ez az új katolikus fordítás. És aztán készültek csak az új szövetségről is fordítások. De ha ezeknek a végeredményét kell kimondani, akkor azt kell mondanom, hogy még mindig a Károli Gáspár fordítás a legjobb fordítás. Ez a legjobb. Megjelent ennek különben a protestáns média alapítvány, a Veritas kiadó kiadta ennek a 1908-as revideált szövegnek egy mai magyar nyelvhez igazított változatát, de már nincs az a sok és, az a sok vala, meg ugye, tehát a régiességét még jobban lefaragták, de még mindig jó lenne egy egészen pontos jó magyar fordítás, mert nagyon nagy, a költő nyelvezet óriási érték, hát biztos tudjuk, hogy a magyar irodalom nagyja is mennyire értékelték a Károli fordítást, Ady Endre, vagy Móricz Zsigmond, vagy kit mondjak, ugye, tehát ez és formálta a magyar irodalmi nyelvet, formálta, szóval magyar irodalmi nyelv nem jött volna létre a Károli fordítás nélkül, de szóval a Biblia szellemiségét ezt fogja meg a legjobban, és tudja egy leginkább visszaadni. Ezek az új fordítások jó nyelvészek csinálták, de én azt szoktam mondani, hogy fabrikált fordítások, szóval olyan bizottsági alkuk eredményei, és nem annyira megszólító erejű, mint még a Károli fordítás. Nem, jó? Nem ihletett. Tessék? Nem ihletett. Igen, így van. Igen. Van-e még valakinek kérdése? Jó, hogy még utólag is tessék bátorodni, máskor is föl lehet tenni a kérdéseket, bármilyet. Hát akkor köszönöm szépen a figyelmet, és elnézést kérek ezért a malőrért, hogy a legelső alkalomra otthon maradtak az ellenőrző kérdések, de reméljük, hogy ezt ki tudjuk köszörülni. És a következő téma, akinek nincs még programja, az jöjjön és vigyen. A következő témánk a Biblia ószövetségi irataiban foglal történelem. Az úgynevezett őstörténet, Izrael küldetése története.